Sziasztok! Még az előző videót nem töltöttem föl, de lehet, hogy hamarosan látni fogjátok, ugye most időben beszélek. Pár perccel az előző videó után kezdtem el csinálni. Nem őt mutatjuk, hogy az előbb volt párzási videó, de nagyon durván sikertelen volt, és a hím túlélte. Már ugye megetettem a nőstényt. Nem pókok, hogy ugye a póknál nem tudsz mit kezdeni, ha megeszi a hímet. De az imádkozó sáskánál tudsz valamit kezdeni. Hát ez itt a büszkeségem, ez a gyászbogárláról, mert belőle előbb-utóbb egy gyál, ez levedlik. Most kibújik belőle egy félig meddig gyászbogár, aztán elkezd fejlődni, és gyászbogárlárva lesz, vagy gyászbogár lesz belőle, meg szerintem belőle is. És ennek nagyon örülök. És ennyi is lett volna a videó, sziasztok, eléggé rövid, egy perc.